Képzeljétek, az az ötletem támadt, hogy a benzines gépeimet lecserélem akkumulátoros gépekre, és a tegnapi napon el is adtam a benzines fűnyírómat, és már meg is érkezett a dobozba a Greenworks-nek az akkumulátoros fűnyírója. Na most szembesülök vele, hogy ez nem önjárós, létezik belőle önjárós is, meg nem önjárós, ez egy nem önjárós. Már örültem volna, hogy önjárósat rendelek, de majd legközelebb. Na, ez már van fűkaszánk, tehát ugyanez az akkumulátorhoz, meg töltőhöz. Létezik fűkasza, akkor hómaró, lombfúvó, láncfűrész, hát ilyesmi. Mi van még itt, csövényvágó. Na most eljövünk a második lépcsőre, ez a fűnyírós téma. Kibontom, nézzétek meg, nagyon szép doboza van, meg jó súlya is, tehát nem egy kis könnyű valami. Tehát van olyan súlya, mint egy benzinesnek, mert valami 30 kg körül van. Mindjárt megpuskázom. 50 literes a gyűjtője. 51 centi a vágószélessége, és 27 kg a gép. 1100 négyzetméteres területre ajánlják, tehát ez ilyen kertekbe tökéletes a ház körüli munkára. Na jó. Kibontjuk. Tehát első, amikor megláttam ezt a dobozt, mondom, wow, mekkora, meg szép. Azért ritka, ilyen szép dobozt én nem olyan láttam még, ilyen szép nyomtatottat. Összepakoljuk. Megkivegyük. Hát féljétek, kirakom ide mellé, és aztán majd megnézzük itt a földön. Wow. Nem tetszik a színe amúgy. Ez a fólia, de nem kell. Ide megy majd az akkumulátor. És itt van a szervíz utasítás. Jó vastag könyvecskék. El fogom olvasni, komolyan mondom. A magyar el fogom olvasni, de összerakni csak ezt a trombanékül is. Jó, akkor most legyen az, hogy nézzétek meg, hogy kiveszem nyugodtan. Wow, a fogantyú. Csak én mondom, amit érzek. Jó, szivacsos, ez tetszik. Nekem már így nyert összerakos, és sincs rakva. Már érzem rajta, hogy jó volt a cuccok. Hát ebből is, hogy jó súly van azért. Nem ilyen gagyízé. Na, itt lesz a vezeték. És ő még le van kötve. Akkor azt ki kell nyitni. Itt volt egy ilyen védő. Ezt ide rakom ideiglenesen. Na. És akkor itt úgy van, hogy a beakasztónak vannak ilyen három lyuk, hogy milyen szögbe álljon majd a kar. Ennek a tolókarnak is ez olyan megoldás, hogy ilyen tekerős. Wow, nem is tekerős, ez egy... Figyeljétek, ez olyan, hogy egy rugós ilyen stift. Ennyi az egész. Aztok. Tehát el kell fordítani, és akkor beugrik a helyére. Ez ennyi volt. És akkor megyünk tovább. Itt a vezetékre figyelni kell, hogy belül legyen. És akkor viszont itt ez tekerős lesz. Ezeket ki kell tekerni. A gép kiesett nagyon a képből. Nagyon, arrébb jövök. Már jobb, és lehetne azt, hogy hangosabb lettem volna, hogy szembe lesz veletek a gép. Na jó, kicsit hátrébb jöttem, hogy benne legyek a kamerának a képjébe. Folytatjuk a projektet. Van egy kockafejű csavarunk. És azt úgy látom, az megy belőle majd. Meg egy műanyag adapter. A műanyag adapter az nem esik. Nem esik, legondoltam én, de leesik. A
akkor az hogy is van? Kívülre megy a lapos, belülre a vastag. Hát igen, mondjuk egy elektromos fűnyírónál az úgy szokott lenni, egy ilyen 220-asoknál van ilyen megoldás, hogy bele van téve oda egy ilyen csap, és az valóban így elkezd nyekleni össze-vissza, na most ez nem fog. Ez egy nagyon jó dolog, csak kicsit a szerelése komplikált, mert sok alkatrészből áll, de ez tény, hogy ez masszív lesz. Nem egy csavar fogja ki egy oldalt, hanem kettő. És a cső is meg van támogatva, tehát nem az, hogy két cső egymáshoz hajtva, azt akkor szevasz. Úgyhogy végül is egy kicsit előny is, meg hátrány is. Egy az első alkalomra azt mondom, hogy nehéz összerakni, de ha össze van, akkor durva. Nagyon masszív lesz a gép tőle. Na, össze is raktuk a kormányt. Nagyon szuper lett. Örülünk neki. Jó, masszív, minden. Erre vigyázzatok, erre a konzolra. Na, hozok bele akkumulátort. Ezt szerintem nem kell. Ezt, hogyha oldalra akartok nyírni a géppel, ugye most így lesz benne a képbe, ugye? Akkor ez a kidobója. Ezt csak ide be kell akasztani valahogy ide. És akkor így oldalra dobja ki a füvet. Ha ez ki van szedve, akkor megy a gyűjtőbe. Ennyi. És a gyűjtőbe van egy ilyen mulcsdugó, tehát ha nem akarsz, akkor nem gyűjtöl. Tehát lehet azt csinálni, hogy csak oldalra dobok ki, lehet azt csinálni, hogy se oldalra, sehova, hanem csak alá menjen összedarálva, meg lehet azt, hogy gyűjtök a kosárba. Na jó. Ugye ez itt a hátsó részben volt benne. Na jó, ezt lerakom. Ezt is. Hozok egy akkumulátort. Megfeltesszük ezt a puttonyt. A műanyagok elég masszívak, és ez egy fémházas dolog, azért volt súlya a gépnek. Még ezt meg kell tanulnom, hogy ez hova illik. Valahova illik. Egész a fém tengely mögé kéne beakasztanom. Így. Na csak kész vagyunk. És van itt egy plombás, valami kis vezet drót. Nem tudom, minek van itt ez a... De hagyjuk el a... Aha, kulcs! Az igen. Tehát valami fel van kötve cérnával a... Hát ide egy alkatrészhez a kulcsa. Tehát ezt nem tudod beindítani csak akkor, hogyha van ilyen kis kulcsot hozzá. De jó. Na az a akkumulátort. És akkor belehelyezem a akkumulátort, kép benne van. Azt mondja, hogy van itt egy, hogy is szoktuk ezt? Ahol lent vannak az érintkezők, és akkor az akkumulátoron is lent az érintkező. Ezt ide benyomod, és már benne is van, és világít. Tehát indulásra készen vagyunk, ennyi volt. Gondolom én. Na, hogy kell ezt? Ja, itt le van ragasztva valami játék. Valami játék. Wow. És központi magasság állítós lesz, úgy látom. Elég sokat lehet állítani. És elég masszív. Oké, hát az ennyi. Na ez volt a Greenworks fűnyírójának az unboxing videója. Most pedig füvet fogunk vele nyírni.
kerekei is egész ilyen jónak tűnnek. Ilyen masszívak. Nem mondom azt, hogy gumi, de puha műanyagos, érdekes. Nézzünk alá. Wow. Azért ez kell. Ilyen az alja. És akkor ide az oldalkidobáshoz itt kell beakasztani az a két tengelybe. Itt tudod állítani a magasságot. És akkor itt az a karstiftelő, ez csak ennyi. Laza. És akkor tudsz állítani a magasságot 3 fokozatba. Na ez volt nekem, ami elsőre azt mondom, hogy nem annyira tetszett, hogy ez ilyen több darabból van összerakva itt a konzol, és akkor hát össze lehet rakni, csak figyelni kell a pöckökre, 4 pöcök, hogy bepattanjon, akkor rakod össze. Amúgy jó masszív cucc, látod itt. Nem úgy van egy csavar és akkor két cső, hanem van közt ilyen összekötő. Ez is ide pattam be. Befogjuk a Greenbox-nek ezt a 80 voltos fűnyíróját, és mostantól nálam fog szolgálni. Most gondolkoztam, hogy gyűjtsem a füvet, vagy csak szúrjam ki oldalra, de mert hogy gyűjteni fogjuk, gyűjtsük, vagy ne gyűjtsük. Az igazság, hogy nem olyan, hogy mondjam nektek, mert egy tiszta gép, egy új gépet be kell fogni, nem szívesen akarom összeporozni, de mindegy, így is úgy is egyszer az lesz, hogy összeporozódik, úgyhogy gyűjtsük akkor hátra, megnézem, hogy nincs benne az a mulcs doboz. Nincs benne, jó. De van benne mulcs betét, vagy ez a dugó, tudjátok. És akkor lehetne fújni itt oldalra. Na, azt mondom, vágjunk bele, nyírjuk. Így. Elsőre, amit észrevettem, hogy kapásból, ahogy terhel is kap, emeli a fordulatszámot, tehát ez automatikusan emeli a fordulatot, ez érdekes, és tetszik. És akkor a magasságot is lehet állítani, most vagyunk a legmagasabban. Hát rakjuk le egy ilyen közepes, rettől nyírom lejjebb azért. Hát az én benzinesemet simán megveri. Tehát az egy olyan, egy normál benzines fűnyíró, hogy 5 lóerősnek megfelelő érzésen. 50 centit vág, úgyhogy lehet tolni kell, azt megy. Nézzük a füvet, kijöntem. Elég sokat rakott.
Talajd. Jó, ez igaz. Állítsam neki le. Nagyon fasz, én jött benne igaz. Akár merre, mehetsz ott a műhely felé is. Igen, igen. Nincs. Hát traggarim, hogy van. Hát akarok szedni. Annyira nem vicces a
Figyeljetek, sem merült, ilyen pityogással jelzi, hogy, hogy nem merült. Csak egy kis zög. Nem nehéz. Pityog, hogy éhes a gyomra. És akkor most kivesszük. Itt van ez a fülecske. De kicsit rányomok az aksira, ezt a fület lenyomom, és akkor így lehet kivenni a fuglátot. És akkor mutatja is, hogy, hogy ki van merülve már. Átadjuk a töltőt. Itt vannak nekem a töltők, amiket használok. És akkor ugye ennek itt az alsó érintkezők, azok mennek oda. Én meg kicsit megyekem kész. És akkor áramot, hát most melyiket kap, mindjárt kiderítsük, talán az első. Ez van ilyen ventilátorja, belsőleg a akkumulátorból a ventilátor, és hűti magát, és meg fog jelezni, meddig van a töltés. Most villogtál töltünk, ha tele van, akkor töltünk, hogy pirosak azok még, még nem tudom, hogy voltak. Na, majd elnézzük, egy olyan órát kell tölteni majdnem. Ez a kicsi, nem is ott az üveje. Akkor már csak meg ott van nekem még a két kassza. Na jó, mondjuk. Találsz be egyéb egy cseppet. Én jól leszek így. Kitakarlak. Na akkor így legyen. No. Itt lett az akkumulátort, itt lett kivenni belőle amúgy. Egy, és illetve ezt az akrit érdemes egy kicsit nyomni befelé, azt úgy. Szépen. Szépen. Na. Még egyesen van az aksunk. Aksink, meg még majd én nyírok oldalra, mert ők csak gyűjtős videót láttak eddig, de felelőszem. Kinek mi a gondolat erről a főnyíróról, lehet használni meg ilyesmi, bármi. Mi a vélemény? Ha. Csendes, úgymond könnyű. Hát könnyű tolni. Tolni könnyű. Jók a kerekei. Igen. Tetszik igen. Az, hogy változtatja a fordulat számot. Tehát nem mindig egy fordulaton megy a motor. Anna, te? Hát még nekem az a véleményem, ugye mivel én elég kicsi vagyok, hogy az nagyon jó, hogy lehet állítani ezt a... Mi ez? Szárát? Hát kormány vagy kar. Kormány. Igen. Hogy ezt lehet állítani, ez nagyon tetszik. Na most jó, beállítottam. Meg az is tetszik, hogy tényleg ez könnyű vele menni amúgy. Még nekem is könnyű vele menni. Meg elég jól vágom, úgy nagyon. Jó. A nagy fűvel is megbirkózott, ahogy toltam. Jani volt az, aki egyedül nyírt úgy, hogy gyűjtővel is, meg oldalra kidobba. Nem beszél észre különbséget. Nem volt könnyebb a kosár nélkül? Nem. Ugyanolyan a kosárral is, mint így. Hát én is azt mondom, hogy maga az, hogy csapályozott a kerék, könnyen gurul, de azért súlya van, tehát az érezni azt, hogy vaskaszni, és nem... Tehát nem ez az elektromos fűnyíró feeling, hanem tényleg, mint egy benzines tornál olyan érzés, de mégis másnap, hogy nincs füst, meg zaj, meg semmi. Valamiért, ha időtálló, és akkor fém. És még az, hogy még a fordulat számot, hogy Jani mondta, hogy ha beletolod nagyfűbe, akkor emel a fordulat számon, és úgy tartja. Tehát teljesítményt, na hogy mondjam, ha munka az igazítja a teljesítményt, valami ilyesmi. És környezetkímélő. Hát tudom, én benzinest váltottam, szerintem megszerethető, tehát én fogom hagyni, hagyd menjen. Egy körülbelül egy udvart le tudok nyírni, mert még van egy kis áram benne, és még lenne nyúrni valómat felfele, a bal oldalt, mert le is fogom nyírni mindjárt. Tehát egy aksival az én udvaromat le tudom nyírni, egy töltéssel kb. És mennyi van benne? Egy. Na most még egyet mutat. De még azt sem tudom, mennyire volt feltöltve, mert már volt ez fűkaszában is előtte. Tehát már kaszálgattam is ebből. Ennyi.
Úgy így néz ki az alja, de ti már láttátok. Nagyon szép amúgy. Az is jó. A színe jó ki van találva. Igen, Anna már látta az alját, mert még most már biztos, hogy szép. Hú. Ja. Szép zöld. Jó, bekapta a füvet. Na jó, hát igazából ennyi. Ez masszív a kormány, azt érezni, hogy még a benzineshez képest, ami nekem volt, ahhoz képest masszívabb ez, hogy dupla felfogatás. Ez nagyon komoly. Tehát érzés egy profi fűnyíró tényleg. Azért jó, nagyok a kerekei és nagyon könnyű tolni. Köszönöm, ezért is könnyű állítani ezt a magasságot. Itt ennyi. Ja, multifunkciós. Ja, de a Jani megmondta nekem úgy közben a lényeget, hogy azért fűkaszár nem cserélni. Tehát, hogy a fűkaszál oda megy, ahova akar, ez meg ugye ahol le van rakva, ott használod, nem mehetsz vele maszekolni olyan sokat. Bár mondjuk, mihez képest, el lehet csak macerások. Ja, meg... Én is szívesebben eltolgatnám, mert tisztán is eltolgatnám. Hát, ezt nem lehet belengedni. Az meg összekoszol, mint az állat. Na igen, mondjuk a Greenburstből is van fűkasza, tehát aki méteres közt akar nyírni, akkor van fűkasza, de ez fűnyíró. Én egyáltalán nem lettem füves, még a szandám sem lettem. Na hát igen, mondjuk azt, hogy nem is piskolod, igaz? Én nem lettem. Én igen. Hát azt te vagy, mert én ügyesebb vagyok. Mert olyan részeg voltál, visszaküdtél a fűbe, jó, hogy rád gorja a füvet. Na csávók jöttek be vásárolni, hogy meglepődtek ők is, hogy ó, se kábel, se benzin, zúgás. Azt mondták, hogy neki is kellett volna egy ilyen. Igen? Felhasználóval egy. Ja. Igen. Az egyik a már, nézd már, hülye gyereket tologatja a fűk, vagy a izét, a fűnyírót. Be se indította, azt tologatja. Na, hát ennyi. Majd még találkozunk. Nézzétek a csatornát, lehet feliratkozni. Holnapon már lehet vásárolni, majd fent lesz. Vagy már fent van, amikor a videó felkerül, úgy csinálom, hogy már fent legyen. Ennyi. Na, hát pápa. Pápa. 80 voltos Greenworks, hajrá! Szép. Amúgy szép. Ez az ő szeket. Jó mutat. Igen, tehát itt a kaszti az nagyon profi. Azt mondom, hogy, de jó, hát a többi is profi. Nem arról van szó, de... És mennyi? 90? Hány decibeles van? Nagy. Ja, én nem tudom. Ott van rajta. Mert mennyi szokott lenni a kaszáknál? 96. Hát a kaszának is körülbelül ennyi. Én nem látom, hol látom? Ott van nagyban 96. Ja, 96 decibel. Kaszának is annyi? Kaszának? Akkor... Azért haladszik a 6. utcában is, mi? Hát a propeller, igen, azért. Nincs nagy hangja amúgy. Hát, de gyöbörgős. Igen, de hogyha annak is, ha nem húzod a gázt, akkor így, ilyen csendesen. Hát igen, csak nem tudsz mondani miért. Akkor ha húzod a gázt, akkor... Így. Akkor már nem mindegy. Mi van? Engem röhögsz ki? Hát amiket bukjatok! Jajaj! Ez nagyon jó lesz a videóra. Felbukjunk azt a lábak az égbe. Ő nekik. Mert én így maradok. Ide tolnak mellém a szerelmemet. Annyi belül így. Szerelmemet. Mondjam az önkormányzatnál, hogy ilyet kell venni. Szia! Hello! Thank you.